Harmadik alkalommal került átadásra a Farkas Ferenc emlékére alapított ösztöndíj a Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karán. A méltán híres és megbecsült professzor szellemi hagyatékának megőrzése érdekében hozták létre az alapítók a díjat, hiszen öröksége segít a jelenben való eligazodásban és a jövőbe való továbbjutásban. Az ösztöndíj célja, hogy olyan díjazottakat ismerjenek el és támogassanak, akik sokrétű tevékenységek mentén demonstrálják kiemelkedő képességeiket és eredményeiket a közgazdaságtudományi karon. Mint minden páratlan évben, így idén is a kar egyik kimagasló diákja érdemelte ki az ösztöndíjat. Óriási megtiszteltetésnek éltem meg ezt a díjat. Úgy gondolom, hogy a karunkon ez a legrangosabb ösztöndíj, amit egy hallgató elnyerhet. Nem véletlenül csak egy díjazottja van, és csak két évente osztják ki. És megmondom őszintén, hogy soha nem gondoltam volna, hogy én ezt a díjat átvehetem. Az első díjnak az előkészítésénél is már ott voltak. Kérték, hogy segítsek, egy kis publicitást adjak a hallgatói újságon keresztül a díjnak, és ezt én meg is tettem, és az akkori hallgatótársaim, ugyanis akkor még nem mertem elindulni ezen a pályázaton, az akkori hallgatótársaim olyan klasszisokkal voltak fölöttem, hogy soha nem gondoltam volna, hogy ide jutok. A pályázatom egyrészt ismertette azt, hogy mit tettem eddig, minden olyan közösségi vagy szakmai tevékenységet, ami eddig történt, és emellett tettem vállalásokat is. Az egyik ilyen vállalás volt egy szakkollégiumi kurzus, a másik a hallgatói újság a Fészeknek a felvirágoztatása egy nehéz időszak után, ami rajtunk kívülálló okokból volt, illetve még egy új TDK dolgozatnak, egy új kutatásnak az elkészítését is. A következő évben a Farkas Ferenc emlékdíjat egy olyan fiatal oktatónak ítélik majd oda, aki hozzájárul a professzor szellemi örökségének gondozásához, a hallgatók tehetségének kibontakoztatásához.